Kedves nézőink, folytatjuk Fórum című műsorunkat. A második részben vendégem Horváth Márta, a Hatvani Tankerületi Központ igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát korábban ugye volt ez a Klebersberg intézményfenntartó központ, és akkor 2017. január 1-ével megalakultak ezek a decentralizált tankerületi központok. Heves megyében ugye van 2, 60-ban, illetve Egerben. Azt tudjuk, hogy a pedagógus társadalom részéről is, a szülők részéről is annak idején még több kritika érte ezt a Klebersberg intézményfenntartó központot. Tehát a váltás az jogos volt, és a decentralizálás is jogos volt. Az elmúlt közel 2 évnek mik a tapasztalatai? 2017. január 1-től alakultak meg a tankerületi központok. Az előző időszakban járási tankerületek működtek, amelyek nem rendelkeztek külön költségvetéssel. A Klebersberg intézményfenntartó központnak volt költségvetése, és nagyon nagy változást hozott abban, hogy most a tankerületi központok rendelkeznek költségvetéssel. Meg van határozva ebben a költségvetésben minden egyes intézménynek az a költségkerete, amiből gazdálkodhatnak. Az intézményvezetők minden évben megkapják ezt a költségkeretet, és tudják, hogy mi az az összeg, amivel az iskola rendelkezik. Illetve a döntések a 2013 és 2017-es időszakban Budapesten a Klebersberg intézményfenntartó központban történtek, most pedig az intézményekhez közel a tankerületi központban történnek meg azoknak a döntéseknek a meghozatala, amelyek befolyásolják az intézmények mindennapi működését. Gyakorlatilag elérhetők vagyunk az intézmények számára a hét minden napján, a nap minden órájában. Tehát az, hogy van saját költségvetés, az nagyon nagy dolog, tehát most már olyan probléma nem merülhet fel, hogy a hiányzó krétát meg kell rendelni az intézmény, korábban ugye az intézmény fenntartó központnál, vagy papírt, mert itt voltak ilyen jellegű elrettentő példák is. Tehát ebből a szempontból is a rendszer az zavartalanul működik. Igen, stabilizálódott a helyzet, tehát az intézményeknek a működéséhez, fenntartásához szükséges anyagi keret rendelkezésre áll, és a szabályzatok alapján, az eljárásrend alapján az intézmények rendelkeznek azokkal az összegekkel, amelyekkel biztosítani tudják a mindennapi munkához szükséges zavartalan feltételeket. Hát ezek a kritikák meg is szűntek, mert nem nagyon lehet hallani hasonlókról. Az a rendszer az továbbra is fennáll, hogy az iskolai épületek azok az önkormányzat tulajdonában vannak, és a kérdésem az, hogy az önkormányzatok a saját tulajdonú épületeket, ingatlanokat mennyire érzik sajátjuknak. Tehát például itt a felújításba mennyire szállnak be. Van valami megállapodás a tankerületi központ és az önkormányzatok között? Hogy természetesen, ez hogy igen, az önkormányzatok és a tankerületi központ között vagyonkezelési szerződés jött létre. Ez alapján, a vagyonkezelési szerződés alapján került hát a tankerületi központok vagyonkezelésébe az épület, de mint ahogy ön mondta, a tulajdon továbbra is az önkormányzati tulajdon. A szerződés alapján mindaddig a tankerületek vagyonkezelésébe vannak az épületek, amíg abban az épületben köznevelési munka folyik. Volt már a sajnos példa, hogy visszakerült az önkormányzathoz az épület, amennyiben abban az épületben megszűnik a köznevelési munka, vagyis az oktató-nevelő munka. Hát el kell mondanom, hogy vannak olyan önkormányzatok, amelyek kiemelkedően támogatják továbbra is a településeken az iskolát. Ezek főleg a kis települések önkormányzatai, ahol nagyon fontos és nagyon ragaszkodnak az önkormányzatok, hogy továbbra is megmaradjon a településen az intézmény. Ha most csak arra gondolunk, hogy magát az infrastruktúrát, tehát az épületek állagának a megóvásáról beszélhetünk. Elmondhatok, nem tudom, lehet mondani példát. Persze, konkrétan a település neveket is. Konkrétan a
településnév, tehát Gyöngyös Halász önkormányzata fordult hozzánk azzal a kéréssel tavaly, hogy amennyiben a mosdó felújítását elvégezzük, akkor ő ennek a költségeinek az 50%-át állja. De nagyon sok település, mivel ők vannak helyben, a karbantartási munkálatokba besegít, nyáron nagyon sok intézményben az anyagot mi biztosítjuk, a munkaerőt pedig az önkormányzat biztosítja. De partnerek a fűnyírásban, partnerek a hóeltakarításban, tehát törekszünk arra, hogy az önkormányzatokkal továbbra is nagyon jó kapcsolatot ápoljunk. Tehát egyik része ez a dolognak, a másik része pedig az, hogy minden intézmény a saját településén meghatározó szerepet tölt be. Tehát gondolok itt a nemzeti ünnepeinkre, az egyéb ünnepeinkre, a húsvét, a karácsony, elképzelhetetlen egy kisebb településen az intézmény nélkül. És szorgalmazzuk azt, hogy az iskolák ugyanúgy vegyenek részt a települések életébe, mint abban az időszakban, amikor az önkormányzat működtette az intézményt. Hát igen, mert hát általában például a nemzeti ünnepeket említette, nagyon sok településen az iskolás diákok, gyerekek igen. adják a műsort, esetleg nem az iskola épületében, hanem az önkormányzat egy másik épületében, művelődési házban, vagy a polgármesteri hivatalban. Tehát ilyen formában is az élet az zajlik tovább. Viszont említette, hogy nagyon ragaszkodnak az iskolához. Ez azt jelenti, hogy vannak települések, ahol veszélybe kerülhet az iskola, például azért, mert a gyereklétszáma úgy lecsökken? Én nem mondanám azt, hogy veszélybe kerül az intézmény megléte. Most is vannak olyan intézményeink, ahol 65 gyermek található az iskolába, és ez az intézmény működik. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy a településeken az intézmények jelen legyenek. Olyan településünk is van, ahol most per pillanat 7 gyermek tanul. 2018. szeptember 1-én Ludason egy 8 fővel induló első osztályt indítottunk, és hát onnan egy gyermek elment, de továbbra is működik ez az intézmény. Mátra Szent Imrénről hallottam, hogy volt olyan év, nemzetiségi. Egy diák ballagott, tehát egy nyolcadikos diák ballagott, de neki is megtartották a ballagást. Nálunk is van olyan felső tagozat, ahol 6, 8, 10, 12 tanuló van. Igen. Ahogy néztem, 42 intézmény van, tehát gyakorlatilag a 60-i térségtől egészen föl Pétervásári térségig, és a személyes kapcsolatot tudják tartani, vagy csak e-mailen, telefonon beszélnek az intézményvezetőkkel, tehát nyilván van egy hivatalos út, de hát lehet személyes, közvetlenebb útja is az érintkezésnek. Igen, tehát a 60-i tankerületi központ 3 járás illetékességi területét foglalja magába, Pétervására, Gyöngyös és 60 terület. Ez egy ilyen 80 kilométeres távolságot jelent. Leggyakrabban természetesen elektronikus formában, tehát e-mailen tartjuk a kapcsolatot, de a telefonos kapcsolattartás sem ritka, és megvannak azok a fórumok, ahol találkozunk az intézményvezetőkkel, tehát nagyon gyakran tartunk intézményvezetői értekezletet, illetve pontosan amiatt, hogy ne a pedagógusoknak, illetve ne az intézményvezetőknek kelljen utazni, azok a referensek, azok a kollégák mennek ki Pétervására járásba, Gyöngyös járásba, illetve 60 járásba, akiknek éppenséggel olyan feladatuk adódik, amit meg kell beszélni, és mi megyünk a helyszínre egy-egy intézménybe. De például az intézményvezetői megbeszéléseket sem mindig 60-ba tartjuk, hanem pontosan ezért bejárjuk a területünket, kollégák megismerik a másik iskolát, és a tapasztalatokból mindig lehet tanulni. Most figyeltem a kifejezést, amit használ, ugye intézményvezető, tehát korábban volt az iskolaigazgató. Mégis a jogosítványok hasonlóak? Vagy igen. Kevesebb jogosítvány van most egy intézményvezetőnek ebben a rendszerben, mint
Én nem gondolnám, hogy kevesebb. Mondjuk az önkormányzati fenntartási időszakhoz viszonyítva, igen, lehet azt mondani, hogy valamivel kevesebb jogosítványa van az intézményvezetőnek, de a 13-as és a 17-es időszakhoz viszonyítva viszont jóval több jogosítványa van az igazgatónak. Tehát végül is ezért is volt a váltásra szükség, hogy az igazgatók visszakapják azt az önállóságot, amivel az önkormányzati időszakban rendelkeztek. Tehát ez több oldalú volt, tehát nem csak levitték a döntési jogosítványokat mondjuk a tankerületi központokba, hanem ezen túlmenően az intézményvezetőknek is igen. több jogosítványuk lett. Itt azért szeretném elmondani, hogy a keretben mindig van egy akkora költségvetési keret, ami fölött az intézményvezető saját hatáskörben rendelkezik. Is. Szabadon rendelkezik, igen. Tehát ők döntik el, hogy melyik pedagógusnak a tovább tanulását finanszírozzák. Az intézménynek milyen szakos pedagógusra van szüksége. Ezt szorgalmazzuk, hisz vannak olyan kis óraszámú tantárgyak, amelyek tanítására nem tudunk egy főpedagógust alkalmazni, de ha valaki ezt a tantestületen belül elvégzi, annak a kollégának a tanulmányi szerződés alapján az egyetem felé fizetendő térítési díjat természetesen támogatjuk annak a kifizetését. És olvastam a honlapjukon, hogy ezek az úgynevezett tankerületi tanácsok is megalakultak. Kik a tagjai ezeknek a tanácsoknak? Ezeknek a tankerületi tanács október hónapban alakult meg. Jogszabály írja elő, hogy kik vesznek részt ebben a munkában. Nálunk a megyei önkormányzatok országos szövetségének a tagja, a képviseletében Szabó Róbert közgyűlés elnöke vesz részt, a Nemzeti Pedagógus Kar képviseletében Helle Ágnes vesz részt, diákképviselőnk van, illetve egy intézményvezető, és jó magam veszek részt a tanács munkájában. És a tanács az mit csinál? Tehát hoz döntéseket, vagy csak egy konzultatív szervezet? Konzultatív szervezet, javaslattevő, véleményező, tanácsadó szerepe van. Tehát a problémák előtárása után véleményüket fejtik ki, és megoldási javaslatokat tudnak adni. Nem tudom, hogy most per pillanat ilyen, hogy tanfelügyelet, mert ugye régen volt ilyen, hogy ehhez hasonló munka folyik az iskolákban? Tehát mennek ki szakemberek, akik nézik a pedagógusok munkáját? Én úgy gondolom, hogy ezen a téren a közvéleményben egy olyan dolog van, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a tanfelügyelet, illetve az ellenőrzés az a tankerületeknek a feladata. De nem. Igen. Az oktatási hivatalhoz tartozik, a pedagógusok életpálya modell bevezetése kapcsán a pedagógusok ellenőrzése és a minősítése. Tehát vannak szakértők, vannak szaktanácsadók, de ez a terület az oktatási hivatal, illetve a pokoknak a feladata. Igen. Tudunk róla, ismerjük ezeket a dolgokat, de ez nem a mi területünk. Rögtön a műsor elején beszéltünk arról, hogy hát az iskola épületeket ugye fejleszteni is kell, és hát az állam nyilván pályázatokat ír ki erre a célra. Mennyire sikeres a 60-i tankerület? Én úgy gondolom, hogy nagyon sikeresen pályáztunk ezen a területen. Három pályázatról beszélnék az infrastruktúrális pályázatok terén. Az úgynevezett 4-1-2-es projektekről, a 4-1-3-as és a 4-1-6-os projektekről. A 4-1-2-es és a 4-1-3-as projektek kapcsán már döntések születtek. A 4-1-6-os projektek kapcsán most van a döntés folyamatban. A 4-1-2-es projekteknél nagyobb beruházások történnek az iskolában, ezek már elbírálásra kerültek. Röviden azt szoktuk mondani, hogy olyan felújítások lesznek, amelyek engedélykötelesek. A három intézményünkben, a Pétervásárai, a Parádi és a Lőrinci iskolában lesznek közel 500 millió forint értékű beruházások. Ezeknél... Hát abból már új iskolát lehet építeni lesz. Hát azért nem teljesen, de a meglévőkre jelentős beruházások lesznek, igen.
A parádon pontosan tegnap volt a terv ismertetője, tehát ezeknél a projekteknél ott tartunk, hogy ebben az évben elkészültek a kivitelezési és az engedélyezési tervek, és megkaptuk az építési engedélyeket. A közbeszerzési folyamatot most kiírását most novemberre tervezzük, és azt szeretnénk, hogyha 2019. szeptember 1-én ezek a diákok, akik ezekben az intézményekben járnak, már egy felújított iskolába kezdhetik meg a tanévet. A 4-1-3-as projektek kapcsán ezek kisebb volumenű projektek. 16 iskolánkban, 18 feladatellátási helyen jelenleg folyik az intézményekben a felújítás. Itt jó részt mosdófelújításokról van szó, villamoshálózat korszerűsítésről, fűtéskorszerűsítésről, tantermeknek a felújításáról, nyílászárók cseréjéről. Tehát ezek kisebb volumenű munkák, amelyek gyakorlatilag most valósulnak meg az intézményekben. Gyöngyös környékén vannak érintett települések, vagy Gyöngyösön? Persze, természetesen Gyöngyösön az Arany János iskolában, de például Domoszlón, Kisnánán, Markazon, ezeken a településeken munkálatok folynak. Domoszlón. Egyébként 46 vagy 42 intézmény, 57 épület, most egy jó párat felújítanak, de hát ez a munka akár folyamatos is lehet. Milyen állapotban vannak a tankerület területén az épületek? Hát ez nagyon különböző. Tehát az attól függ, hogy az előző időszakban az önkormányzatok mennyire tekintették fontosnak az intézmény sorsát, mennyire tekintették fontosnak azt, hogy az intézmények megújuljanak. Tehát vannak olyan intézményeink, amelyek gyakorlatilag csak működtetünk, és nincs szükség felújításra, korszerűsítésre, de a legtöbb intézmény, inkább azt tudom mondani, hogy a 90-95% az épületeknek felújításra szorul. És a kormányzat részéről gondolom van arra ígérvény, hogy ezek majd folytatódnak az elkövetkező években is. Igen, illetve saját költségvetésből is mindig a prioritás sorrendjébe elvégezzük a szükséges felújításokat. Most legutoljára ebbe az évben Mátrafüredi kollégiumra költöttünk a legtöbbet, hogy így mondjam, illetve a Nagyridén oldottuk meg a fűtéskorszerűsítést. Hát szintén a honlapjukon olvastam, hogy vannak szakmai képzések, különböző módszertani képzések, most így az utolsó 8-10 percben, hogyha még erről beszélhetnénk, hogy kiket érint ez? A pedagógusoknak melyik részét, vagy az egész pedagógus társadalom részt vehet ezekben a képzésekben? Ezek a képzések a projektekhez kapcsolódnak, és 7 szakmai projektet valósítunk meg, szinte valamennyi intézményt érintve. Illetve van szerződésünk az Eszterházy Károly Egyetemmel a kapos program bevezetése kapcsán. Ezekhez a programokhoz mindegyikhez képzés kötődik, és a pedagógusok módszertani képzéseken vesznek részt. Pedagógus vagyok. Azt szoktam mondani, hogy egy szál krétával a kezünkben sajnos ma már nem tudjuk lekötni a diákok figyelmét. Szükség van arra, hogy a tantermi órákon új módszerek jelenjenek meg. És olyan módszerek, ahol a tanulók nem passzív befogadók, hanem aktív cselekvők. Én úgy gondolom, hogy elmondhatom, hogy ma nem igazgató értekezletünk volt, és a Gyöngyös Múzeum igazgatóját hívtam meg egy előadás megtartására, mert a múzeumban is olyan programok vannak, amelyek érdemesek arra, hogy az intézmények fölvegyék a kapcsolatot a múzeummal, és bevigyük a gyerekeket a múzeummal. Tehát az eddigi szokásoktól eltérően a módszertannak meg kell újulni az iskolába, ha azt akarjuk, hogy a gyerekeink hatékonyan tudjanak tanulni, hatékonyan tudják elsajátítani az ismereteket. Másképp nem megy. Ehhez pedig a pedagógusoknak is meg kell újulni. És mi a helyzet a digitális képzéssel, hiszen korábban azért itt volt lemaradás? A digitális képzés is nagy számban jelen van az intézményekben. Most eszközfejlesztések
vannak. Egyrészt a Klebelsberg központnak egy kiemelt pályázata kapcsán minden intézmény laptopot kaptak a pedagógusok az intézményekben, illetve megjelentek tanulói tabletek, és ezeket a tableteket bevisszük az órára, a tanítási órára, ahol a tanulók a tablettekkel használatával sajátítják el az ismereteket. Illetve van a digitális projekt, ahol szintén képzéseken vesznek részt a pedagógusok, és azokat az ismereteket, azokat a jártasságokat próbálják megszerezni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy felvegyük a versenyt a gyerekeinkkel. Mert bizony-bizony gyakran be kell vallanunk, hogy egyik-másik gyermek előttünk jár a digitális kompetencia területén. Hát gondolom, hogy nem elsősorban a szakterületen dolgozókat, tehát informatikus tanárokat érinti ez. De például, hogyha egy magyar tanár szeretne ilyen képzésen részt venni, mert ő esetleg kimaradt ebből korábban, és úgy érzi, hogy attól függetlenül, hogy ő magyar tanár, neki erre szüksége lesz, ők is részt vehetnek. Tehát egy szélesebb kör érintett ebben? Azok az intézmények, ahol ezek a programok zajlanak, ott a pedagógusok 100%-a részt vesz ezeken a képzéseken. És nem lehet, hanem biztos, hogy szüksége van a magyar, illetve a történelem szakos pedagógusnak is ezekre a informatikai ismeretekre. És digitális kompetenciákat kell nekik elsajátítani. És ebben az esetben azért ez leterheli az iskolát is, hiszen gondolom, hogy tanórában vagy Nagyon nagy szervező munkát kíván az iskoláktól, főleg azokban az iskolákban, amelyekben nem egy program, hanem esetleg több program kerül megvalósításra, és én úgy gondolom, hogy a pedagógusoknak köszönet jár azért, mert gyakran a szombat, tehát a hétvégét is azzal töltik, hogy képzéseken vesznek részt. Hát van az egész napos iskolai bentartózkodás. Ez ugye sok mindennel jár nyilván, hát kell tanerő is hozzá. Az iskolában az étkezés. Az iskolai étkezés az ön feladatuk, vagy az önkormányzat feladata? Az iskolai étkezés az önkormányzat feladata, de természetesen az ebédlő az iskolában van. És az önkormányzatokkal megállapodásokat kötöttünk ezeknek a termeknek a használatára vonatkozóan. Illetve nem lehet ennyire külön választani az iskolai életet, illetve az önkormányzati feladatot, hisz a mi gyerekeink étkeznek, a mi pedagógusaink biztosítják a felügyeletet az étkezés során, tehát azért itt is kötődünk az önkormányzatokhoz, és nagyon fontos az, hogy az önkormányzatokkal az együttműködés az megfelelő legyen. És megfelelő? Tehát itt gondolok arra, hogy akár az étlap minősége, miensége. Tehát fontos az, hogy a fiatalok mit esznek. Ezt végül is akkor az önkormányzat intézmény vezetője, vagy a élelmezés vezetője dönti el, hogy mit esznek a gyermekek az iskolában. Igen, ez az önkormányzat alkalmazásában álló élelmezés vezetőnek a feladata. Önök ugye ebben nem is szólnak bele. Nem. Igen. Hát lenne még sok minden, de még az egész napos oktatásról visszatérve, vagy iskolai bentartózkodásra visszatérve, mert annak idején emlékszem, hogy a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ működése idején ezt a rendszert is kritika érte, hogy miért kötelező délután 4-ig bent lenni a gyerekeknek, de én úgy látom, hogy azért nincsenek bent, mert járok iskolák környékén, látom, hogy 2 órakor mennek haza. Most akkor mi a helyzet? Régen az volt, hogy a szülőnek kérni kellett azt, hogy a gyerek délután maradjon napközibe. Most megfordult a helyzet. Ha a szülő kéri, hogy délután ne maradjon ott a gyermeke, és az intézmény vezetője ezt úgy látja, hogy a gyerek előrehaladása szempontjából nem káros, akkor megengedi a gyermeknek, hogy egyéb foglalkozásokra, vagy éppenséggel a szülő kérése alapján ne maradjon bent délután az intézménybe. De nagyon sokan azért bent maradnak, tehát az alsó tagozatban főleg jellemző ez. Inkább a felső tagozatos diákok kérik a délutáni foglalkozások alóli felmentést. És végül egy utolsó kérdés, mert tehát
a korábbi időszakoknak ez a kritikai észrevételei, hogy a pedagógusoknak van olyan szervezeti formája, akár egy pedagógus szakszervezet, akikkel önök konzultálnak? A Heves megyei pedagógus szakszervezettel konzultálunk, illetve mivel az 17. december 31-én az előző kollektív szerződés érvényét veszítette, fölmértük a pedagógusok szakszervezetben történő részvételét. A 60-i tankerületi központban nincs reprezentatív szakszervezet, így kollektív szerződés megkötésére sem került sor. Ennek ellenére szeretném elmondani, hogy minden olyan juttatást, minden olyan kedvezményt, amit az előző kollektív szerződés biztosított a pedagógusok részére, azt a tankerületünk természetesen továbbra is biztosítja a pedagógusok részére. Nagyon szépen köszönöm, igazgató asszony, hogy befáradt a stúdióba és mindezt elmondta. Kedves nézőink! Horváth Márta, a 60-i tankerületi központ igazgatója volt a Fórum című műsorunk második vendége. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét, viszontlátásra!